Vice City. Visszatértem, hogy újra magamévá tegyek. Visszatértem, hogy elkezdjek terjeszkedni, elkezdjek befektetni most már ingatlanokba. Hello, szia, Numancia, itt Timi, ez pedig a Vice City végigjátszásának újabb 32. része lesz, szám szerint. Melyben most már eljött a pillanat, amit mindenki várt. Nem a szabadalmi szárom, mert nem derül ki, hogy most kiesik ki a párbajról. Nem ezt akartam mondani, hogy. Hanem eljött a nagy pillanat, bizony elkezdem az ingatlanokat vásárolni így Vice City-ben. Nagyon vártam már ezt a részt, személy szerint. Jaj, és most jut eszembe, hogy akkor egy kicsit unalmasan kezdődött el a rész, de nem, mivel most úgy lesz akkor, hogy megveszem az első szigeten lévő összes házat, ha már repülünk, azzal fogom kezdeni, és utána veszem majd csak meg a striptease klubot. Ez mondjuk egy kicsit várhatóan rövidke rész lesz amúgy. Nem terület túl sok minden. Nem, azt a táncot nem fogom akkor sem mutatni, hogy ott táncol az a malac, mert annak mi értelme van. 15 perc át ezt nézni kell, ám hosszú este elé nézek tényleg. Mert ezt késő este veszem fel egy, az kettő, hogy még azt nézhetem. Én kimegyek addig, nem tudom, szívok egy cigit, már ha cigiznék, vagy nem tudom. Főzök paprikás krumplit magamnak, vagy nem. Tényleg nem tudom. Lényeg az, hogy legyünk túl ezen a szüktiszlubos szaron, de előtte akkor gyorsan a házat megveszünk. Ken Rosenberg elszemben lévő házzal kezdem meg a sort. Ilyenek is kellnek a 100%-hoz, úgyhogy mindenképpen megvásárolom. Ken Rosenberg küldetésével szemben lévő ház. Ezt egyébként meg lehet már most menni, régen emlékszem, én sokáig meg akartam menni és nem engedték. Most már tudja, hogy júj! Föl is robban ez a szarna, mindegy, gyorsan vegyük meg és akkor nem fog. Oké, megvéve. 3000 dollár volt csak. Azt hittem kicsit több. Hát én akkor egyből ki is mentenék. Jó, nem robbant föl. Oké, faszok. Akkor ide mentenék. Oké, reggel van. Nagy nap van. Elég olcsó volt ez. Na már ezzel nem fogunk felemelkedni, srácok. Jó, az akkor ez itt marad. Akkor adjanom már be valami. Ó, oh, jobogó! Ezzel kezdtük, ezzel folytassuk, mert az első részben azt hiszem admirálnál mentem én. Nem is értem, miért nem jobogóval. Flash. Flash NBA, jó? Call me sometimes! Az a zene szólt volna. Hogyha itt lenne estem volna. Hogyha az a volna, ott ne volna. Soha többé nem szállok egy buszra. Ja, jó. Na akkor, mi van még itt? Hol van a másik ház? Ja igen, nem ezt a házat veszünk meg akkor, de most lecserélem a jobbogót elni, és mindenkit elmakarok egy órás vidit. Azok után, hogy egyébként körülbelül 3-4 órás lett legutóbbi San Andreas rész, ezt azután veszem föl. Tehát San Andreasban olyan gyorsan száll az idő, hogy ezt észre sem veszel, itt Vice City-ben nem tűnik ilyen gyorsan, ami de call me, a lényeg az. Tudom szerencsére ez a két hátra jövő ház még merre van. Ugye egyik a striptease klubbal szemben van körülbelül, úgy, hát úgy szemben, ja. Másik meg ugye itt lesz valamerre. Vice pont. Itt egy kicsit jobbra. Véget ér zene, Fever. Na úgyhogy az meg most egy kicsit bajban vagyok, nem mondom az őszintén itt tájolás ügyileg. Happy winning for a girl like you. Jó maradhat is ez a szám. Ezt indítom akkor. Jó, az itt van Mercedes háza. Ó, Schwarzenegger-t ütöttem el a picsába. Fibinning! Schwarzenegger megdöglött. For a girl like you. És itt a második házunk. Bizony, bizony. Ezt is megveszünk, akkor mennyibe fáj? 6000 dollárra, nincs csak olyan brutál ára. Jó, Links Vivi lakás megvéve. És már csak egy ház van az első szigeten, srácok. Hú, jó halad. Ó, hát srácok, elnézéseteket kérném, megmondom őszintén, az incidens történt velem, hogy eléggé messze volt a fejemtől a headset, így nyilván eléggé halk voltam így visszanézve, most már hangosabbak hallhattok, és alapból van itt egy Angel motor nekünk, na ezt sem tudtam eddig. Jó, kiszállunk, a BF injection legyen megjavítva csak, itt el is tárolom, és ezt a freeway-t el is vinném, és akkor berakok egy emotiont. És akkor happy winning for a girl like you! Menj már el innen. Utcai bandás mocsok. Mondjuk ez szerintem nem utcai bandás volt, na mindegy. Ó, de jól mutat, hogy ennyi házunk van most már.
és akkor most már hamarosan ingatlanok ügyileg is elkezdek terjeszkedni, de ugye még egy lakás megvásárolható Striptease Club mellett, azt is megveszük. Yeah, winning for a girl like you, wave. Malibi Club, alig várom, hogy ez is az enyém legyen, ezt szeretem talán mind közül legjobban meg a küldetéseit. Elég nehezek, de bírom őket. Egytől egyig. Na, itt jöjjünk egyenesen, Washington Beach. Azt kéne még, hogy rendőrruhába Schwarzeneggerként vásároljam az ingatlanokat, de én elkezdem. Nem gentleman vagyok, hanem Tommy Vercetti. Úgyhogy alapból ebben a Hawaii ingemben veszem a ruhákat. Mert majd mindjárt felveszem a Mr. Vercetti öltönyt, amit kapok, hogyha megvan a Striptease Club. És akkor majd abban nézem végig, ahogy táncol a csaj. Nem fogom végignézni, srácok, ezt ki is vágom, ez nagyon irritálna titeket, se senki nem nézné végig, ebben 1000%-ig biztos vagyok, szóval már csak azért is kivágom, és itt az utolsó megvehető ház az első szigeten. Nézzük ennek az árat, remélem bele nem valami drága. Ó, $7000, az is ebből. Ocean Heights lakás megvéve $7000-ért. Nem vagyok küldetés közben, egy járművel pedig tárolhatok is ebben a garázsban. Oké, megvan az összes ház az első szigeten, ennyi. Mindjárt összeszámolom, hogy ez szám szerint mennyit akar magába. Ezt a freeway-tel is tároljuk, akkor chopper. Oké. Eléggé benőtte a gaz. Jó, és akkor mondjál! Itt mentek egyet, és mielőtt megveszem a Striptease Clubot, mielőtt eljön a nagy idő. Azelőtt. Akkor nézzük azt az Easter egget, amit GT Norbi írt. Jobogóval megyünk oda. Nem messze van az innen. Sőt. Az egy karnyújtásnyira van innen, szerintem. Ha jól vagyok eltájolva, igen, itt Scarface-es, ha jól hiszem. Az easter egg? Na mindegy, annyit tudok, hogy ide bejövünk. Bérlakás. És akkor itt van láncfűrész. Texasi láncfűrészes? Hú. Nagyon komoly, de egy kicsit nem tudom miért lagoltunk be az előbb azért, mert láncfűrészeztem egyet. És erre miért kapom be a körülés? Na mindegy. Szóval elég komoly easter egg ez, nagyon tetszik. Ezt nem láttam még soha, csak GTA Norbi mondta, hogy nézzem meg. Vidén kívül benéztem, megmondom őszintén, nem bírtam itt már tovább, nemrég a felvétel előtt, de durva ez. Ezelőtt még soha nem láttam. Láncfűrész is volt itt, oké. Ezt is megtudtuk. Köszi GTA Norbinak, hogy leírta, természetesen. Júj! De jó, hogy mentettem. Haha, beszopta Schwarzenegger. Nem, velem nem baszol ki még egyszer, az is biztos. Itt mentettem, az a szerencse. Az easter egget meg láthattuk, úgyhogy akkor menjünk is, vegyük meg az első ingatlanunkat, a Striptease Clubot. Hát persze jó ember létemre, mivel kezdenék. Korn létemre mit vennék meg elsőnek? Hát persze, hogy ezt $30000, megvan az ára ennek már azért. Tehát ennél vannak azért jóval olcsóbbak is. Na, jönnek itt a hurtizánok, meg a lelkes partizánok. Csoki fiú, neked itt nincs hely. Számtalan hely van neked a nagy Vice City-ben, de ideben nincs hely, ide csak én jöhetek. Na. Pole Position Club. Ja, és akkor itt kell majd megnéznem, hogy 15 perces táncot. Jó, Mr. Versetting elérhető, ezt mindjárt én vidin kívül akkor lejátszom, mondom. Oké, csak akkor azt a Versetti inget felveszem. Itt van egy köpésre, és akkor megvan az első ingatlan, srácok. Jól van, elég szépen haladunk már a Vice City végigjátszásában. 50 rész lesz szerintem, a terveim szerint. Körülbelül persze, lehet, hogy egyel kedvesebb vagy egyel több lesz, ezt nem lehet megmondani, és itt az a ruha, Mr. Versetting. Ó, nagyon zsír, tetszik, oké. Fasza, kicsit mondjuk elég bagosnak tűnik ez a ruha, na mindegy, itt mikor futunk, elég hülyén néz ki. Na mindegy, én bementek is egyet, nem érdekel, hogy ez kurtizán hely. Ha nem baj, nincs kit megcsalni, úgymond. Nem vagyunk Vice City Stories-ba, hogy Louis-t ne csaljuk meg, ugye? Jó, én akkor ezt el is indítanám a táncot. Én itt várakozok, kimegyek addig, nem tudom, mondom, főzök egy kis babgulyás vagy bármit. És akkor, hogyha véget ér ez a dagadék, ez végez, akkor jelentkezem. Addig is sziasztok. Na, srácok, gondoltam, bekapcsolom ezt a videórögzítést, amilyen izgalmas az eseménye. Tomi, ezt már nem tudom, hogy bírja idegekkel, én is itt ültem végig, nagy izgalommal figyeltem, miközben hallgattam az újonnan induló Digisport 3-at. Kurva unalmas. Tehát olyan szinte, hogy Tomi végig látjátok a jobb alsó sarokba. Nézd, gondolom ott valami hangya vagy esetleg pók pornót nézhet. Vagy én nem is tudom, hogy mi lehet ott. De ennél a dagad disznónál minden jobb, már bocsánat, hogy így kimondom, de nézzétek meg, a pénzem is elég szépen levitt, és remélem 15 perces ez, mert akkor körülbelül még egy perc, hogyha hátra van. Azért gondoltam, hogy végére direkt bekapcsolom, hát ahol most tudjátok, hogy
lássátok, hogy nem csak csaltam, hanem végigcsináltam ezt az egész szart. Na viszont most már hiszem, hogy nem telt le 15 perc, a 10 óra valamennyikor indítottam alapból, nem? Majd mindjárt itt megvágom egyet, kíváncsi vagyok, hogy hány perckor indítottam el játékbéli idő szerint, és hogyha letelt a 15 percet, tudom, hogy annyit kell várni pontosan. Mondom ezt, én még sosem csináltam végig, csak hallottam videóban. 15 percet kell várni, még 20 másodperc, ha hajnál 2-kor nem lép ki alapból. Itt válok egyet és megnézem, hogy hánykor indítottam, de amúgy ugyanezeket csinálja már negyed órája, nem tudom mi ebbe a jó. Azért nem egy GTA 4-es vagy GTA 5-ös striptease klub, de mindegy. Azért nem felejtsük ezt el, 2003-as játékban minden, szóval. De azért is egy striptease klub lehetett volna már akkor is jobb. Jó, és akkor most megállítom, nézzük hány, mikor indítottam, mindjárt jelentkezem újra. Srácok! Megvan, pole position haszna az enyém. Úristen, hasznodhoz az napi maximum 4000 dollár, még többet is néztem, mint 15 perc ezt a dagadékot. És ahogy ilyenkor kapunk egy extra táncot, úgy tudom. Ezt is csak videóban, ja itt kapjuk az extra táncot, ezt is csak videóban hallottam. Ahogy nagyon érdekel, főleg azért is, mert copyrightos a zene, nézzük, ez is ugyanez lesz-e. Nem érdekel, majd megnézi valaki. Ha érdekel, mondom, 100% végigjátszás, úgyis fölteszem majd eltölti az elmentésemet netre. Itt is egy dagadék táncolna, ez már nem fog az én klub bomban táncolni. Óha, Mitch Baker, szólj már fiaidra. Jó, most már ez is termel hasznot, tehát nem csak a Versetti birtok, és akkor a házamban mentenék. És akkor még egy ingatlan meg fogunk ebbe a részbe menni, ami úgy gondolom, hogy a fagyi üzem lesz, hogy ne legyen mégse rövid rész ez se. Már a rövid részeket senki nem szereti, egy játékban sem úgy vettem észre, nagyon. Úgyhogy el is visszük a freeway-t. Jó, gyerekek. Végre már. Olyan szar volt ez végignézni, á, ne akarjátok megtudni. Mi van, sehol nem szól zene amúgy? Jó, az összes házban minden megvan akkor első szigeten, kivéve a Malibi klub. Azt mondja, itt nincs is valami nagyon több ingatlan, amit lehet majd venni. És akkor fagyi üzem, vagy a kikötő legyen először, hogy ne legyen olyan hosszú videó, nem, a fagyi üzem lesz. Kikötő majd a következő részre áll, az akkor rég múlt szép idők, de jelen esetben azok a hamarosan jövő szép idők. Menjünk át Starfishre. Második szigeten is majd szerintem a következő részben, akkor egyben megveszek minden épületet. Júj! Biszta anyádat. 120 poésra lement az energiám, úgymond. Jó. Shake. Indul már valami zene motionon? Nem tudom mi ez a zene, amúgy itt a Vice City-sztor részben van egy rakétavető. Azt úgy tudom hirtelen! Az igen, hogy lement 89-re, már a golyóállomelnényem 150 volt. 148 volt, mikor elindultam a Striptease Cup-tól. Na mindegy, a rész végére úgyis felviszem majd. Várjunk, Flash FM. Van ön parcon, na nézzük akkor itt az átvezető vidit. Ja, ennek eléggé atom lesz az átvezetője, nézzük az árat. 20.000 dollár, hát ez olcsóbb, mint a Striptease, de azért ennek is megvan a maga ára. 300.000 eladva vagyunk most már. Na, látszólag egy alacsony termetű kis törpe mamóka. Aztán figyeljük az átvezetőt. Ki maga? Ez még úgy oké, a tulaj. Fiad, mindjárt, persze voltam gyerek. De minek kell üvöltözni, mamó? Voltam gyerek, na! Nem! Koszos, büdös nyafót, anyát picsáját, hát... Baby! Anorexiás vagy, mamó, bazd meg! Meg izé, skizofrén, bazd meg! Skizofrén a mamó! I hate babies! Enough already! What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? Ice cream-et árulunk a gyerekeknek, oké, okay, mamóka? Miféle díl is maga a háti? Tom, én ne így már idióta. Ezt még a hülyés vágjam, úgyhogy itt gyurogot árulunk. Most itt olyan nagy dolgot mentem, mondtam el. Már eléggé be vagy tépve, látszik is rajtad, mamó. Hasznosítod. Mami nem szeret téged, tehát ez tényleg az izé, skizofrén. Hates you, mint járkáló. Jézus Mária.
Na mindegy, fagyi üzem is megvásárolva 20.000 dollárért. És akkor nézzük, 50 szintes ez a hülyeség, de előtte mentek egyet persze. És akkor este indítjuk ezt. Nézzük. Beszállunk szépen. Oké, 50 szint, használ a Mr. Whoopi-t a Cherry Papers termékek eladása az Vice City-ben. Elég hosszú videó lesz az így. És Billie Jean. Na. Mit kell nyomni? Oké. Bal shift. Az én embereim ajánlom is, hogy ne füvezzenek. Jó, Fever. Billie Jean, nem annyira szeretem most így hirtelen. Ezt a zenét. Vagyis hát nem az nincs már bajom, csak már olyan sokszor hallottam. Akkor legyen inkább a Fever zene, na oda átmegyünk. Ó, ha ott Schwarzenegger megy, oda inkább nem megyünk. Na. Nincsen vevők, máshol próbálkozok, bejövök, ha van námba esetleg. Mondom, 50-et kell eladnunk. Na, első vavó. Vevő. Vavó. Jó, van elsőre, jól megmondtam. Mamót akartam mondani. Oké, eladva egy. Nagyon, nem nagyon jól fizet. Egyáltalán nem jól fizet amúgy. Na, csoki mamó. Milyen fagyit adhatok? Csokoládét. Csokit szeretne? Jó van, mamó. Az itt elég sok a füves, kurva. Nincs egy vevők, máshol próbál. Kozza! Mr. Whoopi. GTA 3-ban is van egy ilyen küldetés, melyben majd vég, ugye a maffiákat kell elintézni, egy mellékküldi van a Diablo számára. És miért lőnek engem a maffiák? Az igen. Hát bocs, Amberto, el kell intézni a fiaidat. Kilőtte a nyomorékkereket. A kurva száját az embernek. Amberto, szerencsére még egy kerék, az tűrhető, egy kerék hiánya. Hát nincs ki mind a négy kerekem most. Na, csoki fiú, azt még elfut. Csokoládé! Elugrik, nem igaz. Nincsen vevők, máshol próbálkozzak. Ha kijövünk a vannából. Ah, és srácok, ez még meg lesz 50 szint, olyan monoton rész ez. Legalább valami jó zene menjen. Ó! Oh, keep on loving you! Ó! Oh. Hírszen, hány is van megy a zene? Leveszem egyes, és akkor hallgathatjuk. És akkor and I'm gonna keep on loving you. Nem igaz, ezek nem füveznek? Nem őr. Jó, az biztos, hogy egy füves itt előttünk. Jó, visszaveszem az elejét, keep on loving you. Bocsi, nem merem hallgatni, srácok. Ja, addig nem szólt az a zene. Na, francia ruhás úri ember, mi? Jó volt az álca. Lehet az volt az baj, hogy kikapcsoltam akkor véletlen a zenét. Óha! Egyes körül, és gyorsan gyere már! Gyorsan gyertem, most elég jól jönne mondjuk. Jönnek, mint a cukorkát árulni. És Schwarzenegger, csak cukrot árulok. Fagyikát. Jó, fagyis autó. De fagyis autó, mondja a papagáj. Na, már menjünk. Erre a reptér fele valószínűleg nem lenne túl sok paciens. Ez még elfut előlünk. Nincsen vevők, valahol máshol próbálkozzak. Jó, ez meg fogja venni, azt tudja, azért kezdünk haladni, hogy itt néhány jön azért. Flash. Billie Jean. Na, gyere már. Jaj, mi? Vissza a Billie Jean-re, most nincs jobb. Ó, mi ez? Mennyien vagytok? Jönnek mind az oroszok. Munkás csávó. Téged nem megöltek már egyszer be a fehér trikóban? Mikor az RC helikopteren próbáltál elintézni? Mondjuk, hogy lefest is lehetne ártana, az lesz. Az lesz, srácok, 13-ot már adtunk, és most lefestem. Schwarzenegger azért ne szóljon közre. Na! Gye! Jó, így nem tudom eladni. Így nem tudom eladni a kurvának sem. Jó. Kikapcsoltam a szirénánkat, hogy ne tapadjanak annyira, mert így kapom csak a körülést. Elég monoton részek ezek most, srácok. Most már zsinórban a harmadik, ugye rendőrös, tűzoltós is most. Fagy is melléküld, igazából azt nem kötelező megvenni. Csak ugye a 100%-ot akarom én. Egyébként most hány százaléknál vagyunk? 43 volt ugye legutóbb. Ó, már 47%! Én nagyon úgy emlékszem, hogy 43 volt csak legutóbb. Jó van, haladunk. És self-control!
Nagyon jó, csak menjen le a kettes. No control. Self control. Na nézzük, és akkor áruljuk a cuccost persze. Now you walk in. Hallgassuk akkor gyönyörű hangját Laura Brenningennek. Én nem is beszélek, nem érdekel a copyright-től is. You take my self control. Csak így halkan. Gyertek közbe, adjuk szépen a fagyit. Ó, menjen vagytok, csoki kurva. És akkor nézzük. You take my self control. Jó, úgyhogy itt a festészet egyből le tudom majd festetni. Ó, menjen jönnek, az igen, még csövesnek is van itt pénze. Az igen, menni nem bír, de ide, egyből ide futott egy kis fűére. Fű az motiválni. Take my self control. Schwarzeneggeri, visszajöttek, én is visszamegyek, lefestettem a kocsit. És mivel nem zúztam meg, elvileg most papíron ingyenes lesz a lefestése. Fight! Nem baj, $100, az még belefér. Night! Minden party and your dreams. Kicsit más irányba jövök amúgy most. És reflame. 3, 2, 1. Mindenki táncol! On the nights, in my voice, Thursday night, in this girl, in the door, nothing bothered, in the night, in the die, I love me when the parties and the dreams. Jó, csak hallgassuk a zenét. Gyere már csokoládé, neked is van itt egy kis fű. Jó, már 30 eladva. Nights! Jó, erre végeztünk. Parties and my dreams. Nincs elvevők? Jó, akkor próbálkozok máshol, már csak 19-et kell eladni, talán nem is lesz olyan nagyon hosszú vili. Na itt. Ó, egyből jön csokoládé meg Mercedes. Nővére? Vic Vance anyjának is itt volt a testvére. Csöves? Egy fagyit? Nem? Take my self control. Vic Vance volt háza. Vic ugye nem nagyon spanolta füvet. Nem volt egy Tommy Versetti. Jó, vége a self controlnak, zenét is váltunk. Fever. Na csokoládé. Most akkor döntsd már, hogy kell fű vagy nem, na. Kurva. Csoki mama. Gagyi mami. Be minden. 36. fagyi. Jó, akkor megyünk tovább. Azt írja, hogy itt már nincsenek is nagyon vevők. Starfish nem akarok amúgy átmenni. Itt esetleg. Jó, egy újabb páciens. Gyertek még egy-ketten, gyertek. Mr. Whoopi. Espantoso. Radio Espantoso Emotion. Must is it? I am dying for the night. Vagy mi? Ez nem is tudom mi a számnak a pontos címe, de ezt is ismerem, imádom. I am dying for the night. Jó, nem tudom mi a szám címe, de ezt is sokszor hallgattam. Oké, és még pontosan 10 darab. Úgymond fagyit kell eladnunk. Na, téged nem érdekel? Téged nem érdekel, jól. Jó, most egy kicsit kikapcsolom, majd újra bekapcsolom. Jó, gyere! Az a jó, hogy az emberek 90%-át itt érdekli. Hát persze, drogos a Vice City város eléggé. Ez is bizonyítja amúgy. Meg GTA Wikin is olvastam, hogy itt gyakorlatilag mindenki drogfüggő. Na. Ó, ketten is egyből. Trikós csávó, mondom, téged már megöltek az RC repcsimmel. Bocsánat, a helikopterembe. Darren from the night. Na másik.
téged nem érdekel a fű. Jól van, te ritka emberek egyike vagy. Itt teszünk egy fordulást. Csoki fiú biztosan érdekli. Nem, de ezt igen, meg ezt is. Na, no, mit énekelsz bele a refrénbe, vév? Jó, akkor még négyet kéne eladni, vagy ötöt kéne még eladnunk. Flash. Azt hittem már megint Kolmi szól. A Kolmi zene. Jaj, itt is megint beindítom. Ó, dehogy nincsen vevő. Itt van például kapásból egy 46. páciens, és ezután már csak 4-et kell eladnunk. Kicsit most visszahozzuk a pénzt, amit a kurva elvett tőlünk, ezek 5 dollárokat adnak. Oha! Schwarzenegger nem látott semmit, uram. Biztos úr! Végezze csak tovább dolgát. Call me, sometime call me. Na kubaiakat ne dobja, mert nem akarok többet lelőni most így hirtelennyében. Na! Tessék jönni itt az eladó fagylalt. Fagylaltot mindenkinek, tessék vinni a gyerekeknek is. Mr. Whoopi megjött. Oké, és már csak 2 kell eladni. Oké, 1-es körözés, az már nem árt nekem. Az egy kicsit felpörget csak. Kurva, a netke. Ennek nem kell. Csoki mami. Jó, ezután pedig már csak 1 kell. Na Landstalker, te kellettél még csak ide, még ledudál. Oké, itt az utolsó 2 páciensünk. Jó, és akkor 50 eladva. Oké. Na te esetleg, te már nem. Jó, akkor többet nem adunk el. 50-et és nem többet. Schwarzenegger el az útból. És akkor visszavisszük ezt a kocsit a vagyi üzembe, ami, hogyha jól hiszem, itt van balra. Így is van. Komi! És... kész! Ennyi! Kérem, megvan! Fagyi üzem is hasznot termel mostantól. Hú, fagyi üzem használ az enyém. 3000 dollár, ez nem valami sokat termel, de hát ezt ugye mindössze 20000-ért vettük. Oké, közben nagy lövöldözgetések a háttérben. Összes eladva 50 darab. Árusítő küldetés kész, mentünk is egyet. Mi ez a nagy lövöldözgetés, már nem igaz? Hihetetlen, na. Oké, freeway-em el se tüntették, és még nincs bevétel, de már ez is termel innentől kezdve. Oké, 2 ingatlanunk van jelenleg Vice City-ben, az egyik a striptease klub, a másik pedig a fagyi üzem, jó. Következő részben újra veszünk majd ingatlant. A hajóüzem mindenképp a következő részben lesz megvéve, aztán lehetem már most túl leszünk a taxis küldetések, ugye alapból el fognak venni 4 részt a végigjátszásban, 4 nagyon monoton rész lesz majd, ugyanis 25, 25, 25 és 25-re fogom fölbontani a taxizgatásokat, egy freeway-em van már, vagy egy angel-em van, úgyhogy lesz még egy freeway-em is. Szóval azokkal alapból unalmas részek fognak elmenni, de ugye még azonkon kívül vannak az ingatlanok, és majd az utolsó küldi még. Meg 5000 dollár itt. Újra átléptük a 300 000-es álomhatárt. Ja, meg a fegyvereket akkor itt fel is venném. Azt nem is tudom, miért felejtettem ki őket most itt. Mi volt ez a hang, Tommy? Csak nem az, amire gondol mindenki. Oké, fegyvereket fölvettük természetesen. És akkor... még az M4-est is fölvesszük a lakásban. Megmentünk is persze egyet. 301.870 dollárral megyünk majd vásárolni, és a hajóüzem lesz a következő, az már egészen biztos. A kikötőben. Megvesszük szépen a következő részben. Oké. És oké. Ó, mennyi minigunom meg M4-en, mert minden fegyverem van most már. SMG-ből meg gránátból kell majd egy kicsit befektetnünk, ugye? Eléggé gránátom most nincs egy darab se. Az úgy jó. Na mindegy, mentek egyet minden esetre. Szerintem többet is, hogy nappal induljunk alapból. Ami azt mondja, hogy akkor még egy mentés, és itt látjátok, hogy 23 óra, 23 után ér véget a rész. Imi vettem volna, ez pedig a Vice City végigjátszásán volt a 32. része.
Kicsit eléggé unalmas volt, ezt én is elismerem, nem volt túl nagy izgalom ebben a részben, de hát azért ilyen résznek is kell lennie, ugye. Ez is a Vice Cityhez tartozik, és a 100%-hoz, és most tartunk jelen pillanatban 48%-nál, tehát már 2%-ra vagyunk már a játék felétől, elég szépen haladunk, úgyhogy remélem tetszett a videó. Én Imi voltam, tetszett, akkor like, és iratkozz fel természetesen. Szevasztok, sziasztok, jó éjszakát. Vice City most lehunja szemeit.